Reloading! Hey, watch out for that goddamn steam pipe. Man, I love steam. Watch your ass! Yeah, steam's all right, I guess. All that's left is a window to my soul. Come and get it. A második easter egg-es videó végén nagyon húztam az időt, és lejátszanám az utolsó pár másodpercet, ami benne volt, de nem tudom, hogy megtaláltátok-e a 9. easter egg-et benne. Maybe you'll find someone else to help you. Maybe Black Mesa. That was a joke. Ha nem tudod, miről beszélek, akkor kattints a képernyőre, és akkor majd meg fogod látni. De az a lényeg, hogy a többiek viszont tudják, hogy honnan van ez a jelenet, és azt is tudják, hogy melyik játékból, és elárulnék annyit, hogyha valaki nem tudja, hogy a Black Mesa az a Half-Life 2-ben van. Tehát ez egy Valve easter egg, ami egy easter eggben volt természetesen, és ha már a Portál is benne volt, akkor mutatnék egy másik Portál easter egget. Na, a második fejezetben van ez a rész, és hogyha itt egy ilyen vekkerszerűség, vagy fogalmam sincs, hogy mi a franc, ezt fölveszünk, akkor hogyha követtek arra, merre én megyek, akkor itt egy ilyen furcsa hangot fog kiadni. És nézzétek meg, hogyha ezt a hangot átkonvertáljuk egy SSTV programmal egy képbe, akkor mit kapunk? Íme az eredmény. De nem csak a Portál és a Left 4 Dead sorozat a Valve játéka, hanem ugyanúgy a Half-Life 2, amiben szintúgy van néhány jó easter egg. Oké, ez itt a Half-Life 2 második epizódja, és annyit kell csinálni, hogy át kell noclippelni a falon, mint ahogy én csináltam, és akkor ott fönt lesz egy kis szöveg. Na nem baj, nézzünk valamit a Half-Life 3-ból. Ha jól tudom, akkor az 2013 tavaszán kijött. Te meg mégis most miről beszélsz? Még kis jött a Half-Life 3? Ezt én a Portál 2-ben láttam. Legalábbis ott azt mondták. Mi van? Egyáltalán nincs ilyen a Portálban. Akkor megmutatom, hogy hol találhatod meg. Figyelem, a következő képsort nem én készítettem, de ez egy tényleg durva easter egg. Azonban egy olyan videót se találtam, ahol valaki anélkül mutatna be a következő easter egget, hogy kommentálná azt. Szóval, ha valamit nem értetek, akkor előre is elnézést kérek. Na, szóval a Chapter 5-nél van úgy bár egy ilyen kis rejtett ajtó, ide lőjünk be egy portált, vigyük ki az egész missziót, mindent, amit kell, majd utána a Chapter 6-nál nem veszik el valahogy ez a kis bejelölés, és akkor ugyanott, ahol egyébként az első easter egget mutattam, ott, hogyha átlőjük ugyanott a falat, ahol a másikhoz is kell, akkor utána beesünk egy ilyen titkos szobába, és akkor a titkos szobába, hát nézzétek meg, hogy mit kell csinálni, ez egyébként egy elég egyszerű feladat.
És most elkezd majd a srác beszélni. Én megpróbáltam valamennyire kivágni, hogy ne zavarjon, de nem ment tökéletesen, úgyhogy íme. És még itt is megjelent a Gmail. Dr. Freeman. És most megint levettem a hangerőt, mert a gyerekkel kezdett beszélni. A helyzet az, hogy a Half-Life 3 logója látszik. Ez gondolom mindenki rájött, és az, hogy 2013 őszén fog megérkezni. No, hát ezt a videót én sokkal rövidebbnek szántam, és hát még egy easter egget fel tudnék hozni a Valve easter eggek között, ami szerintem az évezred legdurvább easter eggje, de ezt egy külön videóba fogom feltölteni, mert ez 4 percből, higgyetek el, tényleg nem fér ki. Szóval, folytatása következik, én Kolmi voltam, köszönöm, hogy ezt megnézted, ha tetszett, akkor lájkold és iratkozz fel, és sziasztok! Lights are lit and they're sweet on your embrace. Just one other thing I dare. Lights are out and there's time to in your embrace. Just another dare. Most jöttem rá, hogy játékkészítésben a Valve olyan, mint a Rockstar. Késik egy csomót, viszont jó játékokat csinál.